Régen a legyezők váza elefántcsontból, kagylóhéjból készült, a szárnyaikat pedig művészek festették meg. Juhász Józsefné Marika 10 éve gyűjti a legyezőket, családtagjai, barátai mindig meglepik egy újabb darabbal, volt, aki saját kezüleg készített neki. 2015 első hónapjában, januárban Juhászné Marika kiállítását tekinthetik meg a betérő olvasók, illetve könyvtárhasználók. Marika saját gyűjteményét hozta, ami legyezőkből áll, illetve saját kézi munkáit, amivel díszítette a kiállítást. Ezen felül pedig egy-két használati tárgy is ki lett állítva, többek között táskák és ruhák. A tárlaton összesen 82 darab legyező tekinthető meg. Az egyik legértékesebb darab egy japánból, Tokióból származó kézzel festett legyező. De sok másik különleges is van Máltáról, Franciaországból és Görögországból. Először spanyol legyező volt az ajándék, és hát nagyon megtetszett, és hasznos tárgynak bizonyult. Aztán tetszett a története is, mert utána már kezdtem utána nézni, hogy hogy is kezdődött ez, vagy hogy is használják egyáltalán a legyezőt, és hogy jön ez a kultúrába egyáltalán, és hát nagyon nagy története van igazság szerint, tehát már az ókortól kezdve kínaiak, ugye ők voltak talán az első használói, utána a francia udvar. Mióta elkezdte a legyezők gyűjtését, azóta mindig hord magánál egyet a táskájában. Volt olyan darab, amit azért vásárolt meg, mert illet az éppen aktuális öltözékéhez. A kiállítás január 31-ig tekinthető meg a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtárának nyitvatartási ideje alatt.